Sziasztok, én vagyok. Pisti kérésére csinálok egy rúgásokat, amit láttátok, hogy kert a rúgásokat, az ütéseket. Ez lenne az embernek a lába, itt meg van a feje. Ja? És a többi testrész. Na, akkor szóval kezdjük onnan. Van az alsó láb, ide be, ide fel. Le, fel, ezt láttátok, utána jön a kéz mozdulatok, kéz mozdulat, oldal, könyök, le, fel, utána lábrúgásokat kitolás, feltolás, le, fel, és ezzel tudjátok magatokat egy idő után, tanulni, és amikor már megtanuljátok az ütéseket, akkor az ütésekből ki tudjátok magatoknak alakítani az önvédelmet. Ez az önvédelemből vannak már lefelvédések és oldalra ütések. Ami azt jelenti, itt a borra, itt a fej, és itt meg van a kéz, két kéz. Kéz-kéz törés lefele. Emelre, meg oldalra, be, boldára, ide, be, boldára. Ezek, ha megvannak, akkor már onnantól kezdve tudjátok alakítani magatoknak a többi. Viszont itt látod a fejrész, mondjuk például gondoljátok el, hogy itt van egy fej. A fejtől lefele vannak ilyen pontok az emberi test részeknek. Ide benyúlsz a nyakra, felnyomod a kezét, le a lábát, és így már ki tudsz tolni. Tolódni oldalra. Már ezek, ha már megvannak ezek a kitolások oldalra, akkor ezek már jók. Onnantól kezdve már tudjátok, hogy mit kell csinálni. Ha viszont van egy másik, ha szembe kerülsz az ellenféllel, ami azt jelenti, hogy elkezd rúgni az ellenfél, nagyjából így betapos, ezzel a másik lábbal meg kifele tolod, így oldalra. Akkor megvan az oldali rész, akkor azt onnantól tudjátok, hogy kell csinálni a többi. Hát még a meditálásról szeretnék nektek mondani egy-két szót, ami a meditálás azt jelenti, hogy csöndbe kell maradni, és agyilag kell gondolkozni belülről. Ami azt jelenti, az agy, szív, és az agyi gondolkozás. Ja, és még a szemtektől is tudsz tartani a másikkal. Na, viszont a másik részt, azt szeretném megmutatni, hogy vannak testpontok, amik így törökülés, leülés, és vannak a karate számolások, hogy így, nincs, szám, szín, go, rock, és stb. Ilyen számolások vannak. A többit meg tudjátok mutatni, hogy mondjuk itt lennének, amik vannak itt egy-két olyan, hogy botok, és stb. Amit letörnek egy-két ilyen gajakat, vagy csak nem ilyen vékony gajakat, hanem vastagból. Mondjuk például olyan, hogy a seprű, és hogy a seprűnek a kar magasságába szokták levágni, és akkor összerakják, ami azt jelenti, hogy a nunchaku. A nunchakuval azt szokták csinálni, annak is vannak több funkciói, láb, nyak, fej, meg borda. És a bordára, hogyha betalál ide a bordára, akkor eltörik a bordája, és már lebénul az ember. Na viszont, akkor mutatok egy-két olyan izét, meditálással kezdődik. Van négy az ember, mondjuk itt fekszik az ember lent a földön, és akkor a többi funkciónál, így kitolásokra vannak, hogy a kezével, hogy kalimpál az ember, azt elkapja így a kezét, kitolja oldalra. Amikor kitolja oldalra, akkor rányom a fejére egyet. Akkor már onnantól kezdve már game over neki. Na, lássátok itt ezt a gajat. Képzeljétek el, hogy van ott egy ember. Vagy például ez itt az ember. Itten van egy-két lába, kar, meg a fej. Na viszont sok ember, amilyen agyalágyultak, a legtöbb mindig a lábát szokta használni, de a legtöbb meg a kezét felejti el használni.
Hát én, nekem esetben én fordítva van, mert nekem a két kezem jár elsőm, és nem a két lábam. Na, ezt gondoljátok, ez a láb kitolod oldalra, ütés. Ezt megjegyezted? Oké, akkor van a másik infúció, ami, hogy a fej, vagyis a szem részeknél, itt a szem résznél is lehet találni egy-két pontot, amivel le lehet bénítani az ember. Ide benyúlsz neki, felnyomod így, és már meg is van bénulva az ember. Vagy legfeljebb kiszeded a szemét. Az még a jobbik eset, de mindegy. Akkor lássuk a következőt. A daraboknál kezdődnek, vannak egy-két válások, amikor van, aki jobb, balkéz. Na viszont, aki balkezes, akkor fordítsa meg a másik irányba. Legalábbis remélem, hogy tudjátok, hogy melyik az a válási rész. Akkor így mutatom. Támad az ellenfél felé, üt, fel, le. Ezek az alapvédéseknek az egész története. És most arról van szó, hogy ezt úgy tudnátok alkalmazni, hogyha nagyon nagy bajban lennétek, esetleg, hogy olyan, hogy mondjuk jártok diszkóba, vagy stb. És akkor, hogyha betámadna felétek, akkor így tudnátok mutatni. Ez neked szólt, Bence, vagyis hát nem tudom, hogy ki, Pisti, akkor bocsáss meg, Pisti. Ez neked szólt, hogy kérted, hogy mutassak neked egy-két izét. Ezt meg tudtam neked mutatni, meg amit mondtam, hogy Kínába tanultam. Hát ez még csak az alapokat tanultuk még csak meg, mert ahogy mondtam, és soroltam is neked, hogy és hát nektek, hogy a rúgásokat, meg stb. Hogy nektek ez még csak egy ilyen bemutató volt, meg ahogy röviden jártam még csak ott. Hát hogyha ez tetszett neked, Pisti, akkor lájkoljál, írjál még nekem akkor, és akkor hogyha úgy van, akkor hogyha, mit tudom én, ha akarsz, akkor találkozhatunk, beszélgethetünk, meg ilyesmi, akkor még mutatok még egy-két izét nekem, hogy akkor megjöjjön a kedved, akkor erről szólva, hogy akkor megint, nem tudom, hogy szoktad-e nézni a kínai filmeket, szoktál látni olyanokat, hogy így védekeznek az emberek a fánál, botoknál, stb. Rúgások, ütés, rúgás, ütés, rúgás, ütés, érted? Csak ez úgy jó lenne, ha tudod, hogy lenne veled szemben egy másik ellenfél, és akkor úgy tudnák megmutatni, hogy jó legyen. Ezzel akkor neked ezt nagyon szépen köszönöm, hogy visszaírtál, és akkor neked ezt elküldjük, ha tetszik, akkor írjál még, meg annyiban próbálnál meg nekem segíteni, hogy miben hibázok, vagy valami, akkor ezt írd már meg nekem, légy szíves, és akkor majd én is majd úgy törekszek, hogy jó legyen, hogy ne legyen se akadozások, se visszaváltások, semmi, se többi, és akkor így, ez hátha így jó lesz. Köszi, szia, haló!